kiszabadítja a holdot, az nyarat csőrével. Kicsik és nagyok együtt ünnepelték a Magyar Népmese napját a Zentai Alkotóházban. A meséket ugyanis korosztálytól függetlenül mindenki szereti. Olyan érdekesek is, meg a népmeséket, mert az tanulságosak is. Mondja Polják Emma, a Zentai Emlékiskola tanulója, aki társaival együtt nagyon élvezte a mese délutánt. Nekem mind a három mese nagyon tetszett, főleg az első mese, de a második is nagyon tetszett, de mind tetszett, meg a végén ez a kis Ludas Matyis előadás is. A rendezvény meghívott vendégei kedvenc meséiket adták elő. Az én kedvenc mesém az Aranytulipán, többek között azért, mert a kisfiam is szerepelt. Két éve, amikor az ovisokkal mentek Kishegyesre egy vajdasági ovisok találkozójára, és akkor nagyon a szívemhez nő, ha bár mint gyerek én is szerepeltem ebben. Nem vagyok én építőmester, olasz meg pláne, Ludas Matyi a neve. A Dárika bábcsoport tagjai a Ludas Matyi című mese színpadi változatát adták elő. Fontosnak tartják, hogy ilyen módon kíséreljék meg élvezetesebbé tenni a gyermekek számára a meséket. Élvezetesebbé tenni, tehát egy kicsit másképp megmutatni a gyerekeknek a meséket. Tehát nem csak a felolvasott mese, nem csak az elmondott mese, hanem az eljátszott mese, és ezzel sarkaljuk is őket arra, hogy ők is játsszák a meséket. Az is fontos, hogy a gyerekek minél több mesével találkozzanak. Ezek hatnak személyiségükre és fejlődésükre, ami nélkülözhetetlen az egyre inkább digitalizálódó világban. Hogyha elhangzik egy-egy mese, akkor a képzeletük, a fantáziájuk, az elkalandozik, más világot járnak be, átélik a mesék világát, belebújnak a szereplőknek a bőrébe. Az Zentai Városi Könyvtár a Magyar Népmese napja alkalmából 2005 óta minden évben megszervezi a legkedvesebb mesém elnevezésű rendezvényt.